Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Táncolva! Boldog születésnapot! A Hévízi élőzenés táncolda idén ünnepli harmadik évfordulóját. Ez alkalomból a szokottnál is jobb hangulatú, születésnapi táncoldával várták az érdeklődőket. Három évvel ezelőtt az Új Színpad Kulturális Egyesület szervezésében alakultak a klubok, több is, közösségépítés és közösség fenntartás céljából, és hát az egyik ilyen klub, ami táncoldánk, ami hát az én ötletem volt, mert úgymond a szenior korosztálynak is kell lehetőséget adni itt Hévízen, és ebből a célból hoztuk létre a táncklubot. Mennyi időbe telt, mire felfedezték maguknak az emberek? Ugye a jó hír az gyorsan terjed. Eleinte az első évben havonta kétszer volt, aztán következő évben havonta háromszor, most jelen pillanatban minden héten hétfőn, mert van rá igény. 20-25-30 fővel is működünk, vannak törzsvendégeink és vannak fürdővendégek, akik alkalmanként, ha erre járnak, bejönnek. De olyan fürdővendégünk is van, aki Budapesten lakik, és három évvel ezelőtt véletlenül betévedtek hozzánk, és azóta Budapestről hozzánk járnak Hévízre táncolni. Mert azt mondják, táncolni Pesten is lehet, de amit itt kapnak, azt csak itt lehet kapni. Erre a mai ünnepi alkalomra hogyan készültek? Hát a mai alkalommal nagy lelkesedéssel és rengeteg ötlettel készültünk. Többek között kaptunk egy kis anyagi keretet, házi készítésű süteményeink vannak, gyönyörű tortánk, tűzi játékkal, gyertyával, azon kívül meglepetés vendégekkel, és saját szervezésbe a táncklubos hölgyeket megkértem, hogy divat bemutatót tartsunk, mert az a divat, ami jól áll, és mindenki a három kedvenc ruháját mutatja be az öt manöken táncosunk keretében. Honnan jött a most következő divatbemutatónak az ötlete? Liza barátnőnk, Falus Liza, ő találta ki, hogy fel kellene dobni ezt a három éves jubileum ünnepséget, és ő beszélt rá bennünket erre a nem kis tetre. Hogyan készültek erre? Próbáltuk összeszedni a ruhatárunkba azokat a ruhákat, amelyeket egyébként itt nem hordunk, nyilván olyanokat szerettünk volna belevinni. Én igazából kicsit ilyen bulisra fogom az egészet, tehát van egy elegánsabb ruhám, a másik kettő ilyen tengerparti az egyik, a másik pedig ilyen szolíd bulis elegancia, így mondom. Ön egyébként mióta jár el ide a táncoldába? Két éve, tehát én nem vagyok az alapító tagok között, barátnőm beszélt rá, hogy a tánc mint terápia igazán úgy működik itt, tehát akár sport helyett is, mert ezt nagyon szeretek táncolni, azt hiszem, ez kiderül abból, hogy szívesen. A férjem az nem igazán táncos lábú, de teljesen elfogadja ezt a hobbimat. És azért is jó ez a klub egyébként, mert azon kívül, hogy táncolunk, ismeretterjesztő előadásokat is hallgatunk közben, tehát az elménket is tornáztatjuk. Honnan érkeztek erre a mai ünnepi táncoldára? Budapestről jöttünk. Hogyan fedezték fel maguknak ezt a táncoldát? Nekünk van itt egy ilyen üdülőjogunk, egy egyhetes üdülőjogunk, és akkor, vagy három évvel ezelőtt ez alkalomból megláttuk ezt a táncolási lehetőséget, eljöttünk, és azóta igyekszünk minél többet itt lenni ezeken a táncesteken. Mi tetszik önöknek a legjobban? Mi az, ami ide vonz önöket, még ilyen messziről is? A hangulat. Tulajdonképpen táncolni Budapesten is lehet nagyon sok helyen, meg Székesfehérvárra is járunk, de az a hangulat, ami itt van, az a baráti légkör, ami köszönhető tulajdonképpen a Liámnak, vagy a Liám által szervezett csoportnak. Ebben a társaságban nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon szívesen járunk ide.